Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban szeretett testvéreim, szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik ma évközi 14. vasárnapon eljöttetek ide a templomba. Egy nagyon fontos üzenetet fogunk hallani ma az Úr Jézustól, aki Jeruzsálembe tart, ahogy a Szent Lukács evangéliumában hallani, olvasni fogjuk a mai szentmisében, és tanítványokat választ, 72-t. A 70-es szám ez egy szimbolikus szám a Bibliában, a Szentírásban, a teljességet jelenti, és ebben a teljességben benne vagyunk mi is, akik ma erre a Szent Misére eljöttünk. Azt mondja, küldelek benneteket, hogy örömhírt vigyek. Hogy ezt az örömhírt tiszta szívvel, lélekkel hallgassuk, befogadjuk, és utána őszintén megélve hirdessük. Szent Misénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, és esedezzünk Isten irgalmáért és bűneink bocsánatáért. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érette, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Örülj, Jeruzsálem, s újjongjatok ti is, mind akik szeretitek. Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta. Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel, csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr, íme kiárasztom rá a békét, mint a folyamot, és mint kiárott patakot a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak, és térdükön becéznek titeket. Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket. Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek, csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak. Szolgáljanak az Úr, megmutatja segítő kezét. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten igaz Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Amen. Ez az Isten igéje.
Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszint, se tarisznyát, se sarút. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászállati békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami a városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt: láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek, semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Yeah.
Krisztusban, kedves testvéreim! Éppen nemrég olvastam egy statisztikát, hogy a világ lakosságának 30%-a keresztény. 30%-a, és az is megosztott. Ez sok vagy kevés? Hát semmiképpen sem kevés. És a munka nagyon sok. Valahol úgy tűnhet, hogy bizonyos országokban, bizonyos közösségekben, hogy az aratnivaló is már kevés. Ha figyelik a templomba járó emberek statisztikáit. Hát ha körülnézünk lassan, itt nálunk Ukrajnában is, az a jobb esetben 10%-a az összlakosságnak, akik eljönnek a templomba, az már lassan csökkenőben van, sajnos szintén. A munka rengeteg. És nyilván, amikor a mai evangéliumot olvasuk és halljuk, igen valószínű, hogy a legtöbbünk fülében az a mondat csengés marad meg, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Eszerint a mai vasárnapnak a témája is a hivatások kérdése, a papi és szerzetesi hivatások kérdése lenne. Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Igen, lehet így is felfogni, de ma arról hallunk, hogy az Úr Jézus a 12 apostolon kívül, akiket nagyon-nagyon keményen, nagyon-nagyon erélyesen nevel, és erről hallottunk a múlt vasárnapi evangéliumban, amikor az istennyilát akarják lehívni, lehozni arra a szamariai falura, amely nem volt hajlandó az Úr Jézust befogadni, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Mert az Úr Jézus nem azért jött, hogy romboljon, pusztítson, öljön, hanem hogy mentsen, életre keltsen, és hirdesse az örömhírt, hogy emberek, Isten országa köztetek van, köztünk van, kivétel nélkül, mindenkinek, azoknak is, akik rokon szenveznek, szimpatizálnak velünk, és szívesen meghallgatnak, szívesen befogadnak, figyelnek arra, amit mondunk, de azoknak is, akik elkergetnek, vagy akik egyszerűen csak ránk sem hederítenek, vagy kifejezetten ellenségesen viselkednek velünk szemben. Drága testvéreim, rajtuk kívül, az apostolokon kívül az Úr Jézus még 72 tanítványt választ. És érdekes, hogy nincs meghatározva ez a 72-es szám, ez csak Lukácsnál fordul elő, Szent Lukács evangéliumában. Tőle tudjuk, hogy volt egy ilyen grémium is. Kik ezek? Jézus Szamarián keresztül vonul át. Ezek nem csak zsidók lehettek, mindenfélék. Maga a szám is nagyon szimbolikus, mert a hetes szám a Bibliában mindig a teljességet szimbolizálja, jelképezi. Drága jó testvéreim, hát ebbe a 72-be simán beleférünk mi is. Ma élő keresztények, akiket az Úr Jézus küldeni akar ezzel az örömhírrel, nyilván akkor lesz ennek hatása és hitele, hogyha mi magunk is befogadjuk ezt az örömhírt. Ha ez tényleg örömhírré válik számunkra. Jézus küldi tanítványait, küld bennünket is, hogy Isten országát hirdessük. Isten országa mi ez? Hely? Drága jó testvérem, nem. Nem lehet körülírni, meghatározni határokkal, határvonalakkal, körvonalazni. Nem. Isten országa, ez egy életstílus. Ez egy élet. Isten, mint életünk és jövőnk értelme. Ez az Isten országa.
ahol Isten megjelenik, ott van az Isten országa. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy nem fönn, len, vagy itt, ott, amott. Mindig akadnak, akik azt mondják, nézzétek, ott van. Nem, azt mondja, az Isten országa közöttetek, bennetek kell, hogy legyen. Ez az életünk legmélyebb, legszilárdabb és megbízható fundamentuma kell, hogy legyen. Isten meddig akar velünk élni? Drága jó testvéreim, Isten örök. Ebből kifolyólag örökké akar velünk lenni. Azt akarja, hogy mi örökké vele legyünk. Akar, vajon miért? Mert megérdemeltük? Mert annyira rokonszenvesek vagyunk? Nem, hanem azért, mert szeret minket. Válogatás és kivétel nélkül. Ezt az oly egyszerű, de mégis megfoghatatlan üzenetet hozta nekünk az Úr Jézus. És élete, halála és feltámadása által tanúságot is tett mellette. Élete, tettei, szavai. Eme üzenet továbbadására Jézusnak segítőkre van szüksége. Azokat hívja meg erre, akik hozzá tartoznak, akik hisznek benne. Jézus azt hiszem népszerűségének a csúcsán van, amikor Jeruzsálembe megy, hogy ott meghalljon, hogy ott szenvedjen. Emberi logika szerint, emberi ész szerint is emlékszünk, amikor Jézus szenvedéséről, jövendől beszél, Péter apostol finoman félrevonja, és azt mondja, Uram, ne beszélj már erről, hogy lehet ez, ez nem történhet meg veled. Mert hát akkor mi lesz velünk? Emlékszünk Jézus kemény állásfoglalására, menj mögém, távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkozol. És nem Isten szerint. Drága jó testvéreim, hát én vajon hogyan gondolkozok Isten országáról? Miközben ebben az országban élek. Jut-e rá idő, hogy Isten jelenlétét megéljem? Nem csak itt legyek egy, mit tudom én, egy óra, egy és negyed órán keresztül a templomban, Isten jelenlétében, és elsuhanjak innen. Az Úr Jézust fogadjuk ma, aki azt mondja nekünk, hogy menjetek. És az Úr Jézus, bocsánat a kifejezésért, nem kertel, nem agitál, nem ígér fűtfát, bogarat, mindenfélét. Azt mondja, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Hát ebben aztán mi a logika? Van esélye a báránynak a farkassal szemben? A biztos halál. Hát drága jó testvére, egyébként is szoktuk mondani, hogy ha csak egy dolog biztos, az a halál. Drága jó testvéreim, nem csak a halál biztos. Azóta, mióta az Úr Jézus megjárta ezt az utat Jeruzsálembe, és ott úgy fogadták, mint királyt, hozsannázva, ott végig szenvedte az árulástól keresztül a megszégyenítés, a tagadást, a fizikai, lelki fájdalmakat, meghalt, ott lett eltemetve és feltámadt. Van más valami bizonyosság is a halálon kívül. Az örök élet és a feltámadás. Nos, drága jó testvéreim, ezek szerint van esélyünk. Van esély a bárányoknak a farkasokkal szemben. Még pedig nem abban, hogy a bárányokat fölszereljük mindenféle ügyes dolgokkal, golyóálló mellényekkel, ilyen-olyan, amolyan technológiákkal. Nem, pont az ellenkezőjét mondja az Úr Jézus, ne vigyetek magatokkal semmit. Se botot, se sarut, semmit. Hát akkor mit vigyünk? Hát magunkat, és amink van, kezünket, lábunkat, modorunkat, képességeinket, szellemi, testi képességeinket, és még. Mert ezeknek, hogy mondjam, ezek megvannak,
de ezeken keresztül az Úr Jézust vigyük. Ez a célja az egyháznak. Mert ha drága testvéreim, megkérdezzük, hogy egy körkérdésbe, hogy miért van az egyház, akkor egészen biztosan, hogy a legelső helyen nem a missziós feladatát jelölnék meg. Miért van az egyház? Sokan jótékonysági intézménynek, mások kulturális, nevelési intézménynek, ismét mások, mint valami karitatív intézménynek, amely felkarolja a szegényeket, a betegeket, a magányosokat, hát akikkel már úgy nincs kinek foglalkozni, azokat, akik az élet peremére szorultak, mások, mint szolgáltató intézményt veszik igénybe, ha az élet kiemelkedő eseményeiről van szó, ugye, születés, keresztelő, házasságkötés, haláleset és így tovább. Sokak számára nem más, mint vallásos érzéseket és szociális problémákat kielégítő, vagy megoldó intézmény. Ezért vannak olyanok is, akik jó akarattal vannak az egyházzal szemben. Akkor is, ha nem vesznek részt életében. Azt mondják, hogy jó, hogy van egyház, csinálja csak a dolgát. Drága jó testvéreim, nem mind téves az, amit az emberek várnak az egyháztól és tőlünk. De ez nem minden. Ez nem minden. És nem ez az első és a legfontosabb feladata az egyháznak. És nekünk. Hanem akkor remélem megkérdezitek, hogy hát akkor mi? Evangélium. A mai evangéliumunk emlékeztet arra, hogy az egyházat csak Jézus Krisztustól tudjuk megérteni. És a legfőbb feladata. És ott van sikere. Nem ott van sikere az egyháznak, ahol sok pénz forog. Ha sok pénze van, ha mit tudom én, ilyen-olyan, amolyan olajozottan és ügyesen meg vannak szervezve a dolgok, intézmények vannak, és így tovább. Nem, hanem ott, ahol az egyház és ahol az emberek misszionálnak. Mennek és hirdetik az evangéliumot. Ott. És drága jó testvérem, ezt teheti mindenki. Papoktól kezdve egészen a pici gyerekekig. Mert tudok róla, és minden, és nyilván az itteni gyerekek is élvezik karácsonyról karácsonyra, hogy Magyarországról jönnek a karácsonyi ajándék dobozok, ugye, és benne mindenféle van. Tolltartó, füzet, játék, ruha, minden van benne. Néha még cédula is, hogy gondolunk rátok. Szeretünk benneteket, összetartozunk, annak ellenére, hogy a határok elválasztanak bennünket. Mi ez? Testvérek, misszió, küldetés. És egy gyerek is már is misszionáriussá válik, anélkül, hogy kilépne a saját országából. Kell ehhez sok pénz? Kell ehhez sok ügyesség? Hát némi ügyesség kell, egy kis szeretet kell, egy kis kreativitás kell. De legfontosabb Jézus jelenléte kell ehhez. Ő mindenkinek megsúgja, hogy mit tegyél. Mi az, amit tehetsz? Drága testvéreim, hát eszembe jut egy nagyon szép példa egy papról, egy paptestvéremről, egy kollégáról, amit olvastam, hogy a plébániáján volt egy házaspár, egy idős házaspár, hát nem is olyan talán idős házaspár, olyan 50-es, 60-as éveiben járó házaspár. A férfinak nagyon komoly, súlyos betegsége volt, a szklerózis multiplex, nem tudott mozogni, a feleségének dolgoznia kellett, a férj nem tudott dolgozni. Az asszony milyen vallásos volt, ez a közösség, egyházi közösség, Jézussal való közösség, az oltári szentséggel való táplálkozás számára erőforrás volt. Mindig magával vitte és szerette a férjét, ahogyan csak tudta, nagy-nagy türelemmel ápolta, ültette. Hú, hát drága testvér, nem mindegyik férfi tudta volna végezni ezt a munkát, ezt a feladatot. És képzeljétek el, a férje az, hát az olyan indiferens volt. Nem éppen ateista, de különösebben nem foglalkozott ő az Istennel, meg az egyházzal.
Míg nem, ez a pap egyszer fölkereste a családjukat is, amikor látta, hogy a szegény férfi az egész nap a speciális fotelben ül, nehezére esett még az újságnak vagy a könyvnek az oldalait is lapozni, akkor megbeszélte az egyik templomba járó orvossal, hogy nézze, van egy ilyen beteg, akinek, mit tudom én, be kell adni a gyógyszereket, az orvosságokat, meg tudná-e tenni? Persze, én is, a feleségem is, sőt, tudomást szerzett róla egy-két medszesztra, meg a szomszédban lévő lakó asszonyka, aki szintén tudott injekciót beadni, és azt mondta, én is szívesen, és akkor elkezdtek hozzá járni. Az orvos vitte magával néha a kislányát, az is szórakoztatta ezt a férfit. Aztán jöttek a hitanosok a hitoktatóval, jöttek a karitászosok, meglátogatták. És egyszer csak karácsonykor ez a férfi, aki nem volt ugyan ateista, de különösebben nem rajongott az egyházért, és hát a Jóisten létét, ha nem is tagadta, de úgy hidegen hagyta, egy furcsa dolgot kért a feleségétől. Hívjál papot, mert fel akarok készülni a karácsonyra. Be akarom fogadni azt a Jézust, mert ilyen szeretet csak Istentől áradhat és eredhet. Döbbenetes csoda, drága jó testvéreim, nézzétek, érdekes módon az Úr Jézus azt mondja, hogy gyógyítsátok a betegeket. Rengeteg beteg van, nem csak fizikai, hanem lelki beteg, és tudjátok miért? Minden bizony azért, mert szeretet hiányban, deficitben szenvednek. És egy pici szeretetet, szeretetvitamint mindenki tud adni és ajándékozni. Ilyen, olyan, amolyan formában. Nem? Hát ez a mi feladatunk, ez a mi célunk. Ezért tulajdonképpen jövünk össze hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, hogy elmenvén szavakkal, de nagyon sokszor szó nélkül, azoknak is, akik szívesen befogadnak, és azoknak is, akik nem szívesen látnak és hallgatnak bennünket, hirdessük az örömhírt. Elérkezett hozzátok az Isten országa. És ha valaki megkérdezi, hogy hol van, bár általában, aki Jézussal a szívében jön, megy, tesz-vesz dolgokat, azt rögtön megérzik. Itt van, köztünk van, bennem van. Szívből kívánom, hogy Jézus révén ezt mi mindannyian is megtapasztaljuk, megéljük és hirdessük. Amen. Kedves testvéreim! A Szent Keresztség révén Krisztushoz kapcsolódtunk, az ő tanítványai lettünk. Ezért most ünnepélyes szóval tegyük meg azt, amit egykor helyettünk, a mi szüleink és keresztszüleink tették. Újítsuk meg keresztségi ígéreteinket, illetve tegyünk tanúbizonyságot ünnepélyes szóval a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünkről. Azzal, hogy kilép ebből a templomból, akár esik, akár fúj, akár meleg van, akár hideg van, akár milyen körülmények közé kell visszatérnünk, életünkkel is erősítsük ezt a hitvallást. Feleljetek tehát az egyház kérdéseire. Hiszel-e az Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszel-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától, aki kínhalált szenvedett és eltemették, de föltámadt és ül az Atya Isten jobbján? Hiszel-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk szavunkkal és életünkkel, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.
Most pedig kiáltsunk testvéreim Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg könyörgő szavunkat. Irányítsd, Urunk, szent atyánkat, Ferenc római pápát, elődjét, 16. Benedeket, Antal püspökünket, a főpásztorokat, a papságot, hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen áldozatos szeretetben gyakorolják. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják ember testvéreik javát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig az engedelmes szeretetet szüleik iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyottak el ne veszítsék gondviselésedbe vetett bizalmukat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg jóságosan, Urunk, mindazoknak, akik a mai szentmisében hozzád gyermeki és őszinte bizalommal könyörögnek. Elnyerjék minden szükséges kegyelmedet, lélekben, testben egyaránt a boldogulásukhoz és az üdvösség elnyeréséhez. Hallgass meg, Urunk! Urunk, bizalommal a Te végtelen irgalmadba és szeretetedbe ajánljuk elhunyt szeretteinket is, különösen azokat, akikről már senki sem emlékezik meg földi életében imádságban. Add meg nekik országodban a hit és a remény beteljesedését, és az örök boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, Te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szelídségét kívánod meg tanítványaitól. Önzésre hajló szívünkbe öntsd az áldozatkész szeretet kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot szent fiad befogadására, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot. Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszánva téveigő embert, világra született a szent szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból, örök életet ajándékozott nékünk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Yeah.
íme hitünk szent titka. A nálodat hirdetjük, Urunk, és hite halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, elődjével 16. Benedek nyugalmazott pápával, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő tisztaságos jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Annával és Joakimmal, a boldogságos Szűz szüleivel, templomunk és egyházközségünk pártfogóival, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így merünk imádkozni. Mi Atyán, aki a kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert él az ország, a hatalom és a Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét,
ki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk báránya, ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagyok, hanem csak egy szóval mondom, és eljött az az én lelkemben. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket, mondja az Úr.
Könyörögjünk! Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve, arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreknek hirdetjük, hogy templomunk liturgikus rendje a jövő héten a következő lesz. Holnap hétfőn, köznap este 5 órakor ige liturgia. Kedden köznap este 5 órakor szintén ige liturgiát tartunk templomunkban. Szerdán köznap este 5 órakor szent misét. Csütörtökön Szent Benedek apát, Európa Fővédő Szentjének ünnepén este 5 órakor ukrán nyelvű szentmisét tartunk templomunkban. Jövő hét péntekén reggel 8 órakor lesz szentmise, és ugyancsak jövő hét szombatján reggel 8 órakor lesz szentmise. Mához egy hétre, évközi 15. vasárnap reggel 8 órakor magyar nyelvű, és 10 órakor pedig ukrán nyelvű szentmisét mutatunk be templomunkban. Kedves testvéreim, ajánlom a kedves hívek figyelmébe a vasárnapi hírharang eheti számát, a mai olvasmányokkal, evangéliummal, elmélkedéssel és sok érdekes aprósággal, információval egyházmegyénk világ életéből és fontos hirdetésekkel. Ezen kívül hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy két lehetőség kárpátaljai fiataloknak, mégpedig buszos ifjúsági zarándoklatot szerveznek Franciaországba, Tezébe, augusztus 10-e és 19-e között. A zarándoklat célja a Tezé közösségháza. Utazás busszal Budapestről, úti költség 45.780 forint, utazás busszal Budapestről, plusz körülbelül 40 euró tezi részvételi hozzájárulás. 30 év alatti jelentkezőknek tizenkét euró per nap. Az egyéni utazás szintén lehetséges, az utazás Budapestre egyéni. Egy támogatónak köszönhetően két fő fejenként 30 ezer forint támogatást kap a teljes költségből. Hirdetjük a kedves testvéreknek továbbá, hogy Tokajból szerveznek zarándoklatot Mária Pócsra újra, amely főként a 22 és 30 év közötti korosztályt szólítja meg. Szintén egy támogatónak köszönhetően két fő fejenként 30 eurós támogatást kap teljes költségből. A részleteket a hirdető táblán, illetve nálam lehet megkapni ezekkel a zarándoklatokkal kapcsolatban. Hirdetjük továbbá, hogy augusztus 2. felében mi is zarándoklatot szervezünk Görögországba Szent Pál apostol nyomán. Emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy ma első vasárnap van, ezért délután 3 és 4 óra között engesztelő szentségimádást fogunk tartani, mely alatt lesz lehetőség gyónásra is. Ezen kívül, kedves testvéreim, még egy levelet szeretnék felolvasni, illetve buzdítást, biztatást a püspök úrtól. Kedves paptestvérek, kérlek titeket, hogy most vasárnap és az azt követő két vasárnap is hirdessétek a szentmiséken a következőt. Mint tudjuk, július 21-én rendkívüli parlamenti választások lesznek. Egyházunk azt tanítja,
hogy minden ember felelős az Isten előtt azért az országért, amelyben él. Ezért arra biztatunk titeket, hogy mindenki menjen el szavazni aznap, és válasszon lelkiismerete szerint. Tájékozódjunk előre, melyik jelölt áll a legközelebb a keresztény elvekhez. Senki ne adja el pénzért a szavazatát, mert az komoly bűn. Azzal a becsületét is eladja. Néhány szempontot ad ajánlap püspök úr segítségül. Ne szavazzunk olyan jelöltre, aki életellenes mozgalmakat támogat, aki abortuszpárti, aki a bibliai monogám házasság ellen van, aki támogatja a homoszexualitást, keresztény ellenes vagy egyház ellenes. Olyan nacionalista, aki gyűlöli a szomszédokat, vagy az országban élő kisebbségi nemzeteket. Aki háború párti és nem akarja a békét. Aki erkölcstelen életet él. Köztudottan. Erre ne szavazzunk. Szavazunk tehát arra, aki a legközelebb áll az evangéliumi eszményhez. Aki otthon marad, az is szavaz, és nem biztos, hogy a megfelelő jelölt kerül be miatta a törvényhozásba. Tegyünk tehát eleget állampolgári és keresztény kötelességünknek, hiszen mindenki valamennyire felelős az ország jövőjéért. Főpásztori áldással, Antal püspök. Kedves úr testvéreim! Valóban kérjük a Jóisten áldását életünkre. Amint látjuk, tanúságot tenni szavazatunkkal is tudunk. Bárki bármit mond, vagy ajánl, vagy kínál, lelkiismeretünk fölött mi magunk rendelkezünk. És ebből kiinduló döntésünkkel meghatározhatjuk jövőnket, a sajátunkat, de ha nem is a sajátunkat, a gyermekeink és az unokáink jövőjét. Kérjük tehát a Jóisten áldását, hogy amit teszünk, akár kötelesség teljesítéseként, akár most nyári időszakban vagyunk, akár pihenés közben, akár felnőtt, akár gyermek, hirdessük az Isten országát, hogy közöttünk van, bennünk van a ma befogadott Úr Jézus Krisztus által. Szívből ezt kívánom mindannyiótoknak, és az Ungvári 21-es TV csatornán keresztül minden kedves nézőnek, és mindazoknak, akik a Szentmisénk ünneplésébe az ő segítségükkel belekapcsolódtak. És az egész stábra is szívből kívánom a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.